A Tolnavárosi Nyugdíjas Egyesület célja az idősek egészségi és mentális állapotának megfelelő kulturális és sportprogramok szervezése. Most lehet, hogy a sport az egy kicsit érdekesnek tűnik, de az egyesületünk csatlakozott egy országos rendezvényhez, a gyaloglónapok szervezéséhez, és ezt hagyományként minden évben megtesszük, különböző rövidebb, hosszabb távú sétautakat, tanösvényeket látogatunk meg, és így kulturálódunk, tanulunk, és közösségépítő ereje is van ennek a programnak. Az önkormányzatok kapott támogatás alapján június 8-án megyünk Dunaföldvárra a várnapokat megnézni, ha esetleg még belefér, akkor Dunakömrődön az ásatást megnézzük. Az idén kora ősszel lesz egy Abaliget Orfű Pécsi kirándulásunk, és még októberben lesz egy nagyobb lélegzetvételű Kaposvár és környéke, és a Kaposvári Színházban egy előadás megtekintése. Igyekeztünk mindent úgy előre leszervezni, hogy ne legyen fennakadás, buszokat biztosítani, a helyszíneken, az összekötőkkel mindig felvettük a kapcsolatot, időre vártak bennünket, tehát a lehető legjobban igyekeztünk ezeket a programokat megszervezni, hogy mindenki érdeklődésének megfelelően tudjon részt venni, ne legyen túl fárasztó, és a lényeg az, hogy jól érezze magát. Kákonyi Bertalanné ugyan leköszön az elnöki pozícióból, azonban a szavazatok alapján elnökségi tagként továbbra is aktívan részt vesz az egyesület életében. Én munkaaktívból dolgozóként is emberekkel foglalkoztam, tehát szeretem ezt csinálni. Az itt lévő tagok egy nagyon-nagyon jó közösséget alkottak, bizalommal fordultak hozzám az elnökség tagjaihoz, hogyha bármi problémájuk volt, legyen az egy családi probléma, egészségügyi, nyugdíj, méltányossági emelés, soron kívüli emelés, de ez a segítség nem csak a tagoknak szólt, hanem nyitott az egyesület, tehát a városban bárkinek ilyen problémája volt, nagyon szívesen segítettünk. A programok, melyeken részt vesz az egyesület, mindig változatosak és jó hangulatban telnek. A helyi szenior örömtánc csoport gerincét is a nyugdíjas szervezet tagjai adják. Ez a csoport legutóbb részt vett például a tolnai regionális szenior örömtánc találkozón is. A vezető szerepet áprilistól Lucz Jánosné tölti be. Én 10 éve vagyok nyugdíjas, és mint aktív nyugdíjasként csatlakoztam a csoporthoz. Hívtak és szeretettel jöttem, és nagyon jó csapat van együtt. Szeretünk együtt kirándulni, főzni, beszélgetni, és táncolni természetesen az örömtánc csoporttal. És én úgy voltam vele, hogy valahova tartozni kell. És itt a egyesületben nagyon sokan vagyunk, akik egyedül, tehát özvegyek, férj nélkül, és akkor a társaságot meg kell találni. És itt nagyon jól megtaláltam a társaságot, ezért jöttem. És hát 10 éve végül is részt veszek az egyesület munkájában, eddig, mint felügyelő bizottság elnöke ténykedtem. Kísértem szemmel, hogy a pénzügyeink hogy alakulnak. Reménykedem abban, hogy minél többen vesznek részt a programjainkon, hogy ami az eddigiekben volt, hogy 35-en, 40-en, 50-en voltunk egy-egy megmozduláson, az ezentúl is meg lesz. És hát reménykedem abban, hogy a visszalevő programjaink, ugye a júniusi dunaföldvári látogatás és a június végére egy ilyen közös főzésre, és mindenki, aki eddig itt volt, az eddig után is el fog jönni. Zsuzsi elmondta az előbb, hogy milyen programaink várhatóak az őszre. Hát még lesz benne olyan, hogy egy kis gyalogtúra itt helybe, körbejárjuk a Dunapartot, sétálunk egy nagyot, aztán lesz még a karácsonyi, ha az időjárás engedi, hogy karácsonyi összejövetelt rendezzünk, és akkor a továbbiak meg majd a jövő év zenéje, hogy hogyan lesznek. Egy kicsit jó kibeszélni a gondjaikat, bajaikat, örömeiket, családban mi történik, és akkor itt megosztjuk egymás között ezt. Úgy mondjuk, hogy kisírjuk egymás vállán a bánatunkat, és akkor rendben van. Úgyhogy ez a közösség erről is szól, hogy ismerjük egymást, tudjuk, hogy kinek a gyermeke, illetve milyen családtagok tartoznak a csapathoz, és akkor így jobban eltöltjük az időt, számíthatunk egymásra.